de ez az autentikus levél az, amit az Alispán küldött neked a várospalasoknak. Burján Zsigmond rendező mesél arról a levélről, melyet a Városházán a polgármester irodájában olvas fel a román városparancsnokot játszó színész. Ez a levél egy autentikus forrás, a megyei levéltár bocsájtotta a stáb rendelkezésére. A levelet 1919. októberében írta meg Károlyi József főispán a román városparancsnoknak azért, hogy véget vessenek a székesfehérváriakat ért atrocitásoknak. Károlyi főispán arra kérje a román parancsnokot, hogy hasson oda, hogy a román katonák kiméletesebben viselkedjenek, hagyják abba a rekviálásokat, fosztogatásokat, botozásokat a városban egyébként. Egy mellékletben fennmaradt a botozással büntetett székesfehérvári polgárok listája is. Bő egy héttel azután, hogy a levelet megkapta a román városparancsnok, október 12-én bevonult Székesfehérvárra Horthy Miklós csapata. A Szétszakítva című film emberi drámákon keresztül mutatja be ezt az időszakot. Ez a film, ez arról szól, hogy hogy élhették át az én nagyapám is például, akit keresztül ment az első világháború, majd utána behívták Vörös Hadseregbe, és a végén a román megszállás után átélte azt a napot, amik az ország szétszakítatott, tehát a trianoni békeszerződés. Ez a film ezt az időszakot követi nyomon. A Szétszakítva rendezői változatát a tervek szerint június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján mutatják be a nagyközönségnek.